Eljöttek ma is. A Jász Múzeum és a Jász Múzeumért Alapítvány szervezésében a kerek születésnapjukat ünneplő tiszteletbeli munkatársaik köszöntését idén szeptember elején ünnepi keretek között tartották meg a Jászberényi Városháza dísztermében. Helytörténeti kutatók, hagyományőrzők, hada dolgozik a Jász Múzeummal és Jász Múzeum mellett. Azt gondolom kollégáimmal együtt, hogy nem csak dolgozni kell, nem csak segítséget kell kérni, és ugye kapunk, hanem azt meg is kell tudni köszönni. Jó lehet, mi minden egyes alkalommal megköszönjük, de azt gondolom, valakinek a kerek évfordulója, mikor betölti akár a 20-30 évet, bár akkor még nem szoktuk köszönteni, de gondolunk rá, de nagyobb évszámot is magáévá tudhat, akkor bizony minden évben egy alkalmat szentelünk arra, hogy megköszöntsük őket. És elhívjuk körünkbe mind azon intézmények, szervezetek vezetőit, vagy munkatársait, akikkel ők is együtt dolgoznak. Az ünnepelteket többek között köszöntötték a Jász Múzeum munkatársai és igazgatója Hortiné dr. Bató Edit, Jászberényváros önkormányzata részéről Balogh Béla, majd jó kívánságát fogalmazta meg Pócs János országgyűlési képviselő és a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének elnöke Farkas Ferenc. A Jász kapitányokat külön üdvözölte a Jászkun kapitányok tanácsa nevében Váni Enő Jászkun főkapitány, Szőlősi Sándor regnáló jászkapitány és Borbás Ferenc emeritus Jászkun főkapitány. 80. évét ünnepelte Dávid Sándor emeritus jászkapitány. 2007-ben megválasztották jászkapitánynak, regnáló majd emeritus kapitányként a Jászság kultúrájának védnökeként a mai napig aktívan tevékenykedik. Vas Lajos emeritus jászkapitány. Tervem az, hogy továbbra is tevékenyen, aktívan részt veszek a kapitányi tevékenységbe. És Besenyi Vendel helytörténeti kutató. Eredendően nem jász vagyok, a családi eredetem szerint Besenyi. A Besenyi meg a magyaroknak az ellensége volt, de az első ismertősem az 1710 körül telepedett le Jászberénybe, Tolmácsról jött, Tolmács Besenyi nemzetség, és az első ismertősem földet váltott és rendetős lett, és akkor így ez a redemptus tudat, az váltotta ki ezt az identitást. Akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, min felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Az ünnepséget vers és népi dallamok is színesítették. A 70. születésnapját ünnepelte dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke. Itthon lenni az annyira más, mint egy 2 milliós városban elvegyülni, elveszni a tömegben, és Budapesten lenni, és ott képviselni a Jászok ügyét, az megint egy olyan kivételes feladat, ami nem jut mindenkinek. Gulyás Erzsébet helytörténeti kutató. Erzsike csak egy a több száz helyismereti tevékenységet végző könyvtárosok között, de kiemelkedik közülük szakmai felkészültségével, bibliografikus tevékenységével, szorgalmával, elhivatottságával, önzetlen segítőkészségével. És Tóth Tibor, a Fényszarusiak Baráti Egyesülete elnöke. Én is nagyon meghatottam, köszönöm meg a méltatást, és mindazokat, akik eljöttek és külön is köszöntöttek. Azt hiszem, hogy ez még nagyon sok embernek szól. Az ünnepségről a jövő heti fámaadásunkban láthatnak részletes beszámolót.